Most azt akartam mondani, hogy jó reggelt mindenkinek, és egy pillanatra az órára néztem. 12:41. Hát akkor ilyen jó ebéd után. Nem volt betervezve ez az élő videó, de most azért kell élő videót csinálnom. Élő videót csinálnom, mert megjelent a hír az Indexen. Csúcsot döntött az új fertőzöttek száma Magyarországon. Hatalmas címlap. Ugye 2 nappal ezelőtt, vagy 3 nappal, nem emlékszem már rá, pedig az volt, hogy szeptember 1-től a kormány lezárja a határokat. Minden piros, az egész világ piros, Magyarország zöld, megint jól teljesítünk. Tehát most arról akarok beszélni, hogy mit jelent, próbáljunk egy kicsit objektíven nézni ebben a olyan dolgokat, amikre az emberek nem biztos, hogy figyelnek. Rögtön az elején elmondom, most nem azt, hogy osszátok meg, de azt is, nem vagyok orvos, nem vagyok nőértem, tehát nem, nincs semmiféle végzettségem arra vonatkozóan, amit el fogok mondani, de megpróbálom megmutatni azt, hogyan kellene a józan paraszti eszünket használni azokkal az információkkal kapcsolatban, amik megjelennek az oldalon. Mindenféle weboldalt fogok használni, most itt egy párat már kikerestem nektek. Kezdjük rögtön az mai adatokkal. Ugye ez az óriási, hogy belföldön, tehát hogy csúcsot döntött a fertőzöttek szám, ez azt mondják, hogy újabb 292 embernél mutatták ki a koronavírus fertőzést. Ez azt jelenti, hogy az aktív fertőzöttek száma 1588 fő, összesen 90 beteg van kórházban, és ebből 70 lélegeztetőgépen, tehát intenzív osztályon. Na most ahhoz, hogy ezt a példát, és akkor erről van egy nagyon jó kis grafikon is. Tehát amit így előszeretettel mutogatnak, megmutatom ezt a grafikont. Tehát ugye itt látható a grafikon a tavaszi csúcs, és ahogy most elkezdődik, ugye a sárga az összes eset szám, nyilván ez növekszik, hiszen ez akkumulálódik, tehát minél több eset lesz, ez mindig emelkedni fog. Akármi is van, hiszen nem csökkenhet a meglévő esetek szám, a megtörtént esetek számát jelöli ez a grafikon. A piros az aktív esetek száma, tehát látszik, hogy hirtelen a semmiből most megint elkezdődött. A kék pedig a gyógyultak száma, a fekete ugye a elhalálozások, amik nem változnak. Na most ez megint megérdemelne egy külön témát, hogy az aktív esetek száma folyamatosan változik, de a halálozások mégis stabilan maradnak. Tehát ugye megint ez egy akkumulált szám. 600 körül volt ekkor is, meg itt is, meg itt is, meg itt is. Tehát nem változik érdemben. Jó? Megpróbálom ezt a példát nektek, hogy mit is jelent ez a szám, amit ilyen hatalmas szalag címekkel tálalnak nekünk, hogy mit is jelent ez a szám. Én ezt nem tudjátok még, talán, mert még nem mondtam, de én ugye Debrecenben születtem, de Hajdúszoboszlón nőttem fel. Hajdúszoboszló az egy kisváros, bár mindenki ismeri a Fürdőjéről, de alapvetően egy kisvárosnak számít, 25 ezeren laknak ott. Na most arra gondoltam, hogy nem ezt az 1500 számot veszem, hanem hogy egy kicsit könnyebben tudjuk számolni. A pénteki adatot eszem, amikor még csak 1000 fertőzött volt, de majd mindjárt beszélünk az 1500-ról is. Tehát az 1000 aktív fertőzött száma. Tegyük fel, hogy az egész országban sehol nincs vírus. Tegyük fel, hogy ez a vírus csak Hajdúszoboszlón van jelen, és az egész ország mind teljesen vírusmentes, csak kizárólag Hajdúszoboszlón fertőz. Hogy érinti az ottani embereket? Ugye 25 ezer emberből 1000 ember fertőződött meg. Egy 25-öde az embereknek, nagyon könnyű kiszámolni, ezért számolok az 1000-re, ez 4%-os fertőzöttségi arányt jelent. Ha most visszaszámolnám azt az arányt, amit, tehát ugye ma 1588 aktív beteg van, ebből 90 van kórházban, ez 5,7%-ot jelent egyébként. Tehát a fertőzöttek 5,7%-a szorul kezelésre. A többiek azok valószínűleg tünetmentesek, vagy bekaptak egy fejfájás csillapítót, vagy akármit. Heten vannak lélegeztetőgépen, ez 0,4%. Ha most ezt Hajdúszoboszlóra levetítjük, akkor ebből az 1000 emberből ilyen arányok alapján azt mondanám, hogy 57 az, aki orvosi ellátásra szorulna, és 4 kellene, hogy lélegeztetőgépre kerüljön, tehát intenzív orvosi ellátásra. Na most ez annyira nem egységes szám, hogy ezzel nem is lehet mit kezdeni. Az 57 embert azt a mentő beviszi a kórházba. De most beszéljünk inkább arról, tegyük fel, hogy az emberek felének, tehát ennek az 1000 embernek a fele, 500 ember valamilyen oknál fogva el akar menni a patikába, hogy mit tud, C-vitamint akar venni, maszkot akar venni, vagy pedig mit, tényleg láza van, és akkor egy lázcsillapítót akar menni. Tehát 500 ember megrohanja a patikákat. Na most Hajdúszoboszlón nem olyan nagy város, van körülbelül 10 patika. Ugye az azt jelenti, hogy patikánként 50 ember jut.
Tegyük fel, egy ilyen 8 órás nyitvatartásra számolunk, felírtam ide, hogy ne tévedjek, egy kis papíron kiszámoltam előtte. Tehát egy 8 órás nyitvatartásra számolunk, akkor ez azt jelenti, hogy körülbelül minden patikára egy nap 6 ember jutna. Ugye ez azt jelenti, hogy 10 percenként lépne be egy beteg egy patikába. 10 percenként egy beteg. Most akarjátok, hogy csendben maradjak egy percig? Mondjuk ez 10 másodperc volt, jó? Tehát 10 percenként kellene egy embernek bemennie ahhoz, hogy mind az 500 ember ugyanazon a napon rohanja meg a patikákat bármiféle bajával, hogy maszk kell neki, C-vitamin kell neki, vagy akár mondjuk egy lázcsillapít. Na most nem vagyok annyira otthon a patikákban sem, de szerintem egy patika csődbe menne, ha csak 10 percenként menne be egy ember. Tehát ennél sokkal nagyobb rohamot is ki tudnak bírni. Most eleve ez az 500 is túlzó volt, és eleve arról beszélünk, azért próbálok ilyen számokat mondani, mert ezek a grafikonok teljesen megtévesztőek. Képzeljük el, hogy Hajdúszoboszló sikeresen kezelte a teljes koronavírus rohamot egyetlen nap alatt, mert a patikák teljes egészében ki tudták szolgálni ezt az 500 embert. 57 ember szorult orvosi ellátásra, ami Hajdúszoboszlón nincs kórház, de van egyébként egy ilyen egészségház, ahova naponta több százan mennek. Tehát ez az 57 ember, aki ellátásra szorulna, ez ott nyugodtan megoldható lenne. 4 embert pedig kórházba vittek. Ugye nálunk is van mentőállomás, szerintem van 4 mentőautónk, és ezt a 4 embert be tudták vinni a kórházba. Tehát egyetlen nap alatt, ugye most én a teljes fertőzött számról beszélek, ami az országban van. 1000 ember. Most ezt az egészet mind oda tettem Hajdúszoboszlóra. Egy 25 ezres kisvárosra, aminek nincs komoly infrastruktúrája, Debrecen ez kb. 20 km van tőlünk, ugye ott van a legközelebbi kórház, a Berettyóújfalvi kórház, meg mit mondjuk 30 km-re, de egyébként ezeket itt mind el lehet képzelni. Na most ezek a statisztikák nem hamisak. Tehát nem gondolom azt, hogy meghamisítják ezeket a számokat, csak olyan kontextusban tálalják, amilyenben tálalják. Tehát most lezárták a határokat teljes egészében egy olyan szituáció miatt, amit Magyarország 4000 települése közül egy kisváros önmagában tudna kezelni. Tehát ha azt mondanám, hogy most az összes koronavírusos beteget odavisszük Hajdúszoboszlóra, a települést körbevesszük katonákkal, meg az új Leopard tankokkal, amiket vettünk, sőt még a helikopterek ellenőrzik a légteret is, nekünk van repülőterünk, tehát sárkány repülővel még ki tudnánk menekülni. Tehát a légteret is ellenőrzik, akkor ez a kisváros egymagában meg tudná oldani ezt a problémát, anélkül, hogy le kéne zárni a határokat, hogy olyan vitákat kellene indítani, hogy holnaptól menjenek-e a gyerekek iskolába, vagy nem holnaptól, talán kettől, nem tudom. Hogy távoktatás lesz, hogy összeomlik a gazdaság, hogy ez a lezárás hogyan érinti azokat a családokat. Ugye most határon túli magyarokról is beszéltünk, akik csak a Szlovákiába vagy Ausztriába dolgozom, haza akarok jönni, nem tudok, mert két koronavírus tesztet kell csinálnom. A lezárás azt jelenti, hogy minden külföldi ország piros, tehát külföldiek nem léphetnek magyar területre, magyarok pedig csak két teszt ellenében jöhetnek. Na most nézzük meg ezeknek az adatoknak egy kicsit a statisztikáját. Átteszem megint a hogy lássátok ezt a grafikon. Tehát ez a grafikon ugye egy olyan adatot mutat, aminél a maximum érték az 6000. Tehát azt mutatja, hogy a teljes fertőzöttek száma hogy alakul. Na most nem 6000 ember van Magyarországon. Tehát ha azt mondanám, hogy csak Hajdúszoboszlóról beszélünk, és az 25000 ember, akkor mondjuk négyszeresére kéne növelnem. Tehát mondjuk itt kéne, hogy tartson a grafikon teteje, és akkor ez már egy sokkal laposabb görbe lenne. Nem tudom, hogy értitek-e, miről beszélek. Ezt 10 millió emberre kéne vetíteni, és akkor mutassák már nekem meg, hogy ez a görbe mit jelent. Semmit, nulla. Tehát itt lenne a legalján, teljesen láthatatlan mennyiségben, hogy a 10 millió emberre 1500 ember mind fertőzött, az mit jelent. Tehát ugye, aki tanult statisztikát, az tudja, hogy az befolyásolhatja az embereket. Tehát az, hogy milyen skálát választunk. Azt mondom, hogy most az Y és az X tengelyen, ugye az X tengelyen mutatjuk az idő eltelését, és az Y tengelyen meg hát mutassuk azt, hogy mekkora ez a mérték. Na most nyilván, hogyha mit tudom én, azt mondom, hogy ez az Y tengely legyen 3000 ember, akkor ahhoz képest az 1500 fő az így ki fogja tölteni a statisztikát. De ha 10 millió ember, 10 millióan vagyunk, ha 10 millió emberről beszélek, akkor ez egy nulla, semmi ott alul. Tehát amikor valami olyanról döntünk, hogy az egész kurva országot lezárjuk, és ezzel embereket hozunk nehéz helyzetbe, nem csak embereket, az egész országot hozzuk nehéz helyzetbe, akkor ezt valami olyasmi alapján kellene meghozni,
aminek talán nagyobb jelentősége van. Nagyon nehéz ezt azoknak mondani, ugye a halálos áldozatok száma nem változik, de akkor is meghalt 600 ember. Nagyon nehéz ezt a videót, ha mondjuk valaki olyan nézi, akinek valaki meghalt, és benne van ebben 600 emberben, én is veszítettem már a hozzátartozót, tudom, hogy ez milyen, amikor a kórházból jön a telefon, és azt mondják, hogy ennyi volt, mondjuk a éjszaka közepén. De akkor is meg kell érteni, hogy ezek eltúlzó intézkedések. Arra gondoltam még, hogy összehasonlítást csinálni, hogy mi van bármi mással. Nézzük először az influenzát. Nagyon érdekes módon nem lehet különösebb statisztikai adatokat találni. Olyat találtam, amikor még így a vírus az elején volt. Ezt megint egy honlapon találtam. És hasonlítsuk össze, hogy ez körülbelül hogy alakul. Na most ez a cikk, amit találtam, és a következő szerepel. Azért, hogy össze tudjuk hasonlítani ezeket az ismert koronavírus fertőzésekkel, 2019-ből néztük meg, hogy hányan fordultak azon időszakban orvoshoz influenza miatt, amely időszakban megjelent a koronavírus. Tehát erről az évelei időszakról beszélünk, ez most nem a teljes éves statisztika. Idén eddig 1763 koronavírus fertőzött ismert, ugye ez áprilisig vonatkozik, most már kb. 5000-nél tart a fertőzöttek száma. Tavaly ugyanebben az idősávban, tehát 2019-ben az influenza időszakban, már áprilisig, tehát ebben az évelei 4 hónapban, 60 ezer ember fordult influenza gyanús tünetekkel orvoshoz. Tehát most, amikor arról beszélünk, hogyha azokat, akiket mind ismerünk, hogy fertőzöttek, ha azok most mind hirtelen egyszerre rohannának orvoshoz, az 5000 ember, vagy mondjuk itt ebben a statisztikában 1763, ahhoz képest, amilyen egy influenza járvány lefolyáshoz, 60 ezer ember fordult akkor orvoshoz. És itt írja a statisztika a kisebb apró betűkkel, ez szerint, tehát még így is, ez szerint 0,6%-a tavaly ilyenkor felkereste az orvosát influenza miatt. 0,6%. Tehát itt a tizedes jegyek, nem is tudom, hogy ugye a hiba határon belül hogy dolgoznak. Ugyanez a koronavírus fertőzötteknél 0,02%-a lenne, tehát itt nagyságrendi különbségek vannak. És akkor a cikk megpróbálja ezt összehasonlítani a halálos áldozatokkal is, megpróbálja összehasonlítani Olaszországgal és Németországgal. De azt írja, az októbertől márciusig terjedő időszakban különösen fertőzöttnek. Ha ekkor megnézzük a halálozási adatokat, akkor 2018-19-es szezonban akkor 71.290 ember halt meg, ez havonta 11.880 embert jelent, és a következő évre pedig havi átlagban 10.860. Na most, mivel nem közölnek halálozást, ez úgy próbálta meg statisztikailag megbecsülni a különbségeket, hogy az átlag halálozást vette, tehát ez a 71.290 ember halt meg, ez annyi, hogy összesen ennyien haltak meg, tök mindegy, hogy miben. És megnézték a statisztikai különbséget, hogy az influenza szezon idején mennyivel ugrott meg ez a halálozás, majd később mennyivel csökkent. Tehát tök mindegy, hogy mivel, ugye ez egy eléggé nagy becslés. De most azt mondják, ezzel alapján kijött, hogy az influenza szezonban, tehát a különbség a 11.888 és a 10.860 között, körülbelül 1028 ember halt meg influenzában, átlagban. És ugye akkor ezt egy egész... Most jelenleg a teljes eddig időszakra vetítve 600 ember halt meg országban koronavírusban, amit megint nem akarok megkérdőjelezni, de nem tudjuk, hogy ugye ezt hogy számolták. Tehát mint valaki meghalt szíminfarktusban, és utána letesztelték, és kiderült, hogy koronavírus volt, akkor ő koronavírusban halt meg. Most ezt bizonyára tudjátok, hogy nagyon sokan, semmilyen tünetük nincs a koronavírussal kapcsolatban. Mégis így az influenzával összehasonlítva elképesztőek a számok. Tavaly, mit tudom én, tényleg azt mondjuk, hogy 60 ezer ember kereste fel az orvost influenza miatt, havi 1000 ember mondjuk ebben, hol voltak a lezárások, hol volt a válságstáb, hol volt Müller Cecília, nem mondom milyen képe, amit minden nap vágott azon a pulpituson, hol volt ez, tehát mik történtek, miért most történik ez? Még egy ezt a másik statisztikát nektek, itt volt egy... nem, mindegy, végül is ez is jó lesz. Ugyanezt a... Van egy jobb ábra is, most nem találom hirtelen, de ugyanezt az ábrát nézzük. Tehát ugye ez az aktív eseteket jelzi. Látjátok, hogy ugye április-május emelkedik az aktív esetek száma, aztán nyára, mintha teljesen eltűnt volna az aktív esetek száma, tehát itt valamiért a vírus visszavonult, és aztán most elkezdődött megint. Na most
Ez azt mondja, hogy hány az aktív, magyarul az ismert esetek száma. Tehát mivel nagyon sokan aszimptomások, vagyis nem mutatnak semmilyen tünetet, és megvan bennük, ugye ez azt a számot mutatja, amit teszteléssel meg tudunk ismerni. Na most ez a grafikon mutatja, hogy mennyi az aktív fertőzöttek száma. Hol van az a grafikon, ami azt mutatja, hogy hány tesztet végeztek? Mert nyilván, ha ezt a grafikont úgy prezentálják nekünk, hogy ebben az időszakban itt alig teszteltek valamit, aztán itt egy csomó teszt volt, akkor nyilván, ha itt nem tesztelnek semmit, itt meg egy csomó tesztelnek, akkor az esetek száma növekedni fog. Ha itt megint nem tesztelnek semmit, és itt megint elkezdenek egy csomót tesztelni, akkor ez a grafikon megint nőni fog. Nem azért, mert az esetek száma nő, tehát az esetek száma, tegyük fel, hogy ugyanannyi, csak többet tesztelünk, több lesz ismert, kevesebbet tesztelünk, kevesebb az ismert, majd most megint tesztelni, hogy az embereket elkezdhessük riogatni. Ezzel kapcsolatban is kikerestem egy kis grafikont, amit meg tudok mutatni. Ja, de egyen lejjebb volt az a grafikon, amit mutatni akartam. Az, amit nem találtam az előbb. Tehát itt van. Tehát ez ugyanúgy mutatja az aktív eseteket. Tehát látjátok, tehát körülbelül ez a kezdeti időszak, ugye? Na most itt egy másik grafikon, ami azt mutatja, hogy összesen mennyi tesztet végeztek. Ez csak az áprilisig tartó időszak. Tehát látjátok, semmi tesztet nem végeznek, aztán egy csomó tesztet elkezdtek végezni. Jó? Na most nézzük meg csak ezt az időszakot. Tehát semmi tesztet nem csinálnak, és aztán elkezdnek sok tesztet csinálni. Nem kísérteti, és a két? Tehát ugye ez, hangsúlyozom, ez itt áprilisban véget ért. Tehát ez nem a teljes éves grafikon. Tehát a tesztek száma, ismert esetek száma folyamatosan ismerkedik. És még mindig, miután a megismert esetek száma folyamatosan növekedik, még mindig ott tartunk, hogy ma van 1500 fertőzött ember a 10 millióból, és emiatt lezárták a határokat. Na most kicsit arrébb lapozva találtam, most nem látom az egeret, egy másik infografikát, ez pedig már a teljes időszakra mutatja. Kicsit itt kevésbé látszik a korreláció. Ugye ez már a teljes időszakot mutatja, tehát itt augusztus végéig tartunk. Tehát látszik megint az a kis időszak, amit kiemeltem az elején, hogy március 8 az első adat, gyakorlatilag nőnap, és akkor elkezd emelkedni ez a tesztelések száma, hogy naponta hány tesztet csinálnak. Aztán nyáron visszaesett a tesztelések száma, és aztán megint elkezdett növekedni a tesztelések száma. Nem teljes a korreláció, de azért jól látszik, hogy a tesztelések számának emelkedésével növekszik az eset szám is, ahogy azt várjuk. Tehát ez egy statisztika. Na most oda visszakapcsolgatok. Tehát ha úgy tálaljuk ezeket az adatokat, nem így főcímbe, hogy csúcsot döntött az új fertőzöttek száma. Csúcsot dönthetett az új fertőzöttek száma azért, mert márciusban csak 1000 tesztet csináltak, most meg 5000-et. Például. De nem tudjuk. Tehát ezeket nem mondják el. Gondoltam, hogy elkezdtem azok alapján az adatokat, ugye, amit ti is meg tudtok kikeresni, és ezek az adatok ugye mindenki számára rendelkezés állnak. Tulajdonképpen ez lenne az a tudatos magatartás, amit az embereknek követni kellene, és azt gondolni, hogy közben nem is tudom, bekapcsoltam a kommenteket. Van véleménye, nyugodtan mondja. Győri Peti újabb összkeesülés elmélet, hát pont nem. Tehát ugye azt le akarom szögezni, hogy nem gondolom azt, hogy nincs vírus. Biztos van valamilyen vírus. Azt sem gondolom, hogy ez egy nemzetközi összeesküvés lenne. Az a dolog, ahogy a különböző országok kezelik, tehát azt nem hiszem, hogy a világon minden országot össze lehetne hangolni, és hogy egy ilyen hatalmas háttérhatalmas. Nem, ezek úgy utálják egymást, a kínaiak, az amerikaiak, a brazil az még hülyébb, vagy akár Európán belül is. Nem hiszem, hogy így meg tudnának egyezni, hogy most mindenki akkor az embereket. Nem, minden ország a saját politikai szintjén. Most Magyarország ennyit tud. Ugye migránsok se voltak. Volt egyszer, amikor megrohanták a kerítést, és akkor szöges drót, meg az a vonat, meg minden, meg amikor Pesten masíroztak, hogy engedjék ki őket Németországba, sok hülye Németországba meg üdvözölte őket, aztán megkezdődtek az erőszakolások, meg a többi, ugye erről nem akarunk beszélni, de az elmúlt. Tehát ez mit tudom én, tartott egy hónapig. Azóta is, tehát ugye ez mikor volt, 2 éve? Mindegy, tehát azóta is migráns helyzet van, mert ezt a politika az asztalon tartani. Most helyette jött a vírushelyzet, tehát nem azt mondom, hogy nincs vírus, nem azt mondom, hogy ezek az adatok hazudnak, azt mondom, hogy mindezt úgy tálalják, hogy azokat a politikai célokat meg el tudják érni, amiket érni. Ez egy privát vélemény. Semmiféle
orvosi, társadalompolitikai végzettségem nincs, nincs, nem vagyok politológus, nem vagyok semmilyen pártnak a tagja. Külföldön élek, baromira messze, 2600 kilométerre Magyarországtól. Azt is mondtam, hogy jogom sincs beleszólni abba, hogy mi történjen otthon, legyen határlezárás, mit érdekel. Olyan ritkán járok haza, hogy engem nem érdekel. Tehát én külföldön élek, ezt azoknak kell most megoldani, akik otthon élnek. Annyit tudok tenni, annyiban tudok segíteni innen messziről, hogy elmondom, hogy hogyan kell nézni ezeket az adatokat. Tehát most látjátok, hogy az aktív esetek száma. Elmondtam egy ilyen kis papírlapon levezetve, hogy a teljes esetszám, ami jelenleg lenne egy 25 ezeres kisvárosban, mint Hajdúszoboszló, aminek még csak saját kórháza sincs. És mi a válasz erre? Határlezárás. Tehát ágyúval lövünk verébre. Még egy érdekességet akartam ide kikeresni nektek. Ugye volt, nem is tudom, megint akkor is így időben rossz vagyok, de talán májusban volt az, amikor azt mondták, hogy a kórházi ágyak felét fel kell szabadítani, mert olyan tömegben fognak jönni az emberek. Na most annak, azoknak az eseteknek a halálozásait, amikor valakit konkrétan az utcára tettek, mert elfekvő beteg volt, vagy akármi, ezeket azóta sem tudjuk, megjelentek cikkek, hogy a mentőautóból halt meg, hogy innen, és akkor ezeket cáfolták, ezeket, tehát elindult ez a vita, teljesen felesleges, tehát itt megint arra kell gondolni, nagyon szomorú, hogy azok az emberek meghaltak, biztos vagyok benne, hogy haltak meg emberek, akik miatt felszabadították a kórházi ágyat, és abban is biztos vagyok, hogy teljesen feleslegesen szabadították fel ilyen mértékben ezeket a kórházi ágyakat, mert a fertőzöttek száma sem, a halálozások aránya ezt nem igazolja. Na most erre is nézzünk statisztikákat. Kórházi ágyak száma, itt van egy ilyen Európai Uniós statisztika. Én arra gondolom, hát nagyon sok száma, de majd mindjárt felolvasom nektek. Ugye ez 2006-tól 2017-ig tartó időszak, tehát ez 2006-tól 2017-ig tartó időszak. Na most, bocsánat, lehet, hogy kicsit iszok, mert nagyon, nagyon meleg van és kiszállt a torkom. Ez most olyan volt, mint a híradó, egy pohár víz. Tehát ez itt Belgium. Mivel ott tanultam, ezért szeretem mindig Belgiumhoz hasonlítani. Na most 2006-ban 635 volt a 100 ezer lakosra jutó kórházi ágyak száma, ez 2017-re lecsökkent 566-ra. Ehhez képest Magyarország, ami körülbelül kétszer akkora mind lakosság, mind terület arányában, látjátok, itt van lent, 797 a kórházi ágyak száma, és az annyira jelentősen nem csökkent, 701 még mindig. Na most, ha ezt beszorozzuk 100-zal, hogy megkapjuk a 10 milliót, tehát akkor azt jelenti, hogy 70 ezer kórházi ágyak. És a mai hírek arról szólnak, hogy rekordot döntött a napi új fertőzések száma, 90 ember kórházban van. Ebből 7 lélegeztetőgépen. És 70 ezer kórházi ágyunk van. Jó? 70 ezer kórházi ágy van Magyarországon, több, mint Belgiumban, tehát ez 40%-kal több. Magyarország nem, 40%-kal több kórházi ágyunk van, jó? És 90-en vannak kórházban, a 70 ezer kórházi ágyra 90-en vannak kórházban. Nem azt mondom, hogy csak ezek az emberek vannak kórházban, hogy csak ez a 90 ember, egy csomó más ember van még kórházban, de ugye a kórházi ágyak felét fel kellett szabadítani a koronavírusra. Tehát azt gondoljuk, hogy minimum 30 ezer ágyat fel kellett szabadítani a koronavírus fertőzöttek számára. Tehát mondjuk azt, hogy 30 ezer ágyat felszabadítottak, hogy 90 embert most tudjanak ott kezelni, és akkor ez még hova fog nőni? Tehát ugye úgy látom, hogy teljesen elromlik a jelerősség. A háttérhatalom megakadályozza, hogy bármi történjen. Megpróbálok átállni mobil internetre, várjatok. Ha tudnám, hogy most hogyan álljak át. Jó. Most itt egy mobilneten vagyok. Ha ezt is zavarják, akkor tudjátok be összeesküvés elméletnek, hogy lekavarták ezt a videót is. Nem tudom, hogy mennyire hallatszik. Tehát ott tartottam a kórházi ágyak számánál. Most akkor elmondom még egyszer, hogyha esetleg ez nem volt jól hallható. De egyébként írjátok be, hogyha gyenge a jelerősség. Tehát ugye 70 ezer kórházi ágy van Magyarországon, ennek a felét fel kellett, hogy szabadítsák. Mondjuk 30 ezer ágyról beszéljünk csak, ne is csak a feléről, és erre van most 90 ember kórházban, meg 7 lélegeztetőgépen. Szeretnék most felolvasni valamit, egy másik cikket, amit szintén találtam. Következő, ezek tényszerű hírek, amiket most felolvasok. Már 9 megyében rendeltek el látogatási tilalmat. Egy hét alatt megháromszorozódott a fertőzöttek száma.
Egyre több a nem látogatható kórház. Eszkalálódik a járvány, újabb kórházkapukat csuktak be a látogatók előtt. Már 20 európai országban tombol a járvány. Magyarországon a múlt héten 87 ezeren fordultak orvoshoz a jellegzetes tünetekkel. Kiugróan sokan haltak meg januárban. Egy hónap alatt annyival lettünk kevesebben, mintha eltűnt volna egyek teljes lakossága. Ezek a hírek 2015 januárjából és februárjából származnak az Indexről, és ez az influenza járványra vonatkozik. Tehát ahogy halljátok, tehát ezek durvább hírek. Jó? Tehát annyian haltak meg egy hónap alatt januárban, mintha eltűnt volna egyek teljes lakossága. Nem tudom, sajnos egyek lakossága mekkora, de gondolom ez az ezer körüli. És hát mutatom is, tehát ugye itt van, ugye itt vannak, amiket felsoroltam, tehát ez az Index, és itt írja, hogy ugye ez egy 2015-ös, ne ijedjen meg, ezek a mondatok nem a koronavírusról szólnak, ugye ez egy korábbi cikkek. Ők is itt megpróbálták összehasonlítani azt, amit én mondok, a influenza adatokkal. Még egy dolog, amiről beszélni akartam, nagyon sokan akarják mondjuk összehasonlítani, hoppá, mi történik koronavírussal kapcsolatban, meg mondjuk vegyük egyszerűen csak a közúti balesetek számát. Erről szintén van egy ilyen nagyon szép kis Európai Unió statisztika, most megint kezeljük ezt a dolgot Belgiummal. Ez most egy kicsit régebbi statisztika, ez 1999-től a másik végén 2015-ig él. Jó? Tehát itt azt látjuk, hogy Belgiumban 1397-en haltak meg közúti balesetben, 1999-ben Magyarországon, hoppá, ott pont nincs adat, 2001-től kezdődik az adat, 1239 ember. Na most ez elkezdett csökkenni, 2015-re Belgiumban 732-en haltak meg közúti autóbalesetben, Magyarországon pedig 644-en. Tehát a jelenlegi adatok alapján ugye 610 a koronavírusban meghaltak száma, és 644-en halnak meg átlagban egy évben autóbalesetben. Megint halálokat nem lehet összehasonlítani, minden halál tragédia, ha csak egy ember hal meg, az is tragédia. De ha összehasonlítjuk ezeket a számokat, mit teszünk azért, hogy a halálos közúti baleseteket csökkentjük? Most talán a rendőrök elkezdték elfogni azokat, akik így a leállósában előznek? Vagy több kamerát telepítettek? Igen, ezek a kameratelepítések, én ugye 9 éve élek itt, amikor néha hazamegyek, meglepődve veszem észre, hogy az emberek lassabban mennek. Én itt hozzá vagyok szokva, de otthon lassabban mennek. Tehát igen, ezek hatásos intézkedések voltak. De azzal a drákói intézkedés sorral, ami a koronavírus kezelésével jár, hogy nem mehet a gyerek iskolába, lezárjuk a határokat, nem jöhetsz haza, nem... Az mi lett volna az autóknál? Tehát, hogy azt mondjuk, hogy egy hétig most nem ülhet senki kocsiba? És így akarjuk a halálos balesetek számát csökkenteni? Vagy azt mondjuk, hogy senki nem megy gyorsabban 40-nél? Tök mindegy hol. Vagy ugye ezekben a balesetekben a motorok is beletartoznak, meg a gyalogosok is, akit mondjuk elütöttek zebrán vagy valami. Tehát ezt hogy védtük volna ki, hogy akkor senki nem mehet át a zebrán? Mindenki csak abba az oldalba mehet boltba, amelyik oldalba lakik. Nem kellhet át az úton. Ha nem abban az oldalban jársz iskolába, pirosd át a gyereket, vagy akármi. Tehát ugye ilyen őrült dolgok, mert körülbelül ez volt. Tehát Magyarországon nem volt olyan komoly kijárási korlátozás, mint itt. Itt egyszerűen nem lehetett kimenni a lakásból, itt mindenki itthon volt. De körülbelül ilyen értelmetlenek ezek a mostani intézkedések. Maszk, állandóan legyen rajtatok. És akkor még hozzáteszem, hogy látjátok a videókat, látjátok, hogy akárhova megyek, itt mindenhol maszk van rajtam, mindenki máson is. Nézzétek meg a piacos videót, és mutassatok nekem egy embert, akin nincs maszk. Mondjuk éppen nem kávézik, vagy nem eszik, vagy valami. Tehát ugye, akin nincs maszk, nem, mindenki van. Itt nem pampognak az emberek, felveszik a maszkot. És ez az ország nem zárta le a határait. Nyilván a turizmusból meg kell élni, de most ez a turizmus, ez egy keskeny sáv itt a Földközi-tenger partján, meg mondjuk az itt. Tehát ettől még nem, az egész ország nem ezen forog. Magyarországon mindenki cseszik a szabályokra, most a maszkviselésre gondolok, ő meg úgy gondolja, hogy akkor Magyarország egyedül biztonságos, de a külföldiek nem utazhatnak be. Utoljára néhány szót ezekről a tesztekről. Ugye mi indokolja, hogy 35 ezer forintba kerüljön ez a teszt? Mi indokolja, hogy hatósági eljárás keretében külön kelljen kérni 3000 forintos illetékért? Ez úgy működik például, amikor az ember Bécsbe repül, a repülőtéren is van egy ilyen kurva tesztcenter, bemész, minta, és egy óra múlva megkapod. Itt
is úgy működik mondjuk egy átlagos vérvétel teszt, hogyha délőtt megcsináltuk, akkor délután megvan az eredmény, és egy vérvétel nem kerül ilyen sokba. Tehát a privát orvoshoz is mész, mint 20-30 euró. Na most ehhez képest a vírus teszt, ez 35 ezerbe kerül, plusz ha azonnal akarod, akkor 45 ezerbe, plusz még ki kell fizetni a 3000 eljárás illetéket, plusz az ügyfélkapunk keresztül kell kérned. Tehát ez nem annyi, hogy hazamész, és akkor mint egy, így mutatod a két papírt, hogy itt van a két teszt, oké, mehetsz haza, nem. Karanténba mész, otthonról megkérheted az ügyfélkapunk keresztül 3000 forint ellenében, hogy te mentesülj a karantén alól, akkor én hatósági eljárás keretében ezt a két papírt beküldöd, ők ellenőrzik. Sőt, most már azt hiszem olyan híreket hallottam, hogy ezt nem is fogadják el. Tehát külföldit nem fogadnak el, Magyarországon kell megcsinálni. Jó? Tehát ebben az esetben akkor vársz egy-két napot, kiküldenek valakit, aki van kis fogpiszkálóval, mintát vesz a torkodból, megcsinálják a laboreredményt, és amikor visszaküldték, akkor azt mondják, hogy jó, nem kell karanténban lenned. Tehát ez mondjuk 4 nap minimum. Magyarország viszonyok között legyen mondjuk 5 nap. És ugye nem az az első dolgot, hogy leszállsz a repülő, mit tenni este éjfélkor, hogy akkor egyből ilyen ügyintézést csinálsz, hanem mondjuk másnap kezded el, tehát 5 nap. 5 nap elcsesződik azzal, hogy ha az ember haza akar menni egy hétre, akkor 5 nap ebből elcsesződött. Nyilvánvalóan le fogják állítani ezt a fajta mozgást, ahogy így az emberek hazamentek. Nem tudom, hogy mik a politikai okai, nem is akarok belemenni. Azt szeretném, hogyha ezt a videót megnéznétek, akkor azon gondolkoznátok, hogy ha legközelebb statisztikát láttok, akkor azt a statisztikát hogy kell nézni. Ugye a statisztikát most úgy kell nézni, hogy 10 millió ember van, és ebből 1500 az aktív fertőzöttek száma. Ez nevetséges. Van vírus, még annyit. Van olyan a nézők között, aki nem volt influenzás életében? Vagy aki ne ismert volna influenzást, vagy ne látott volna a környezetében influenzást. És most nem kell ez, hogy orvos vagy nem orvos, vagy felismered, csak egy sima megfázás vagy influenza. Nem, egyszerű. Voltál influenzás, vagy nem? Ismertél influenzást, vagy nem? Kurva egyszerű. Persze. Én is voltam influenzás. A szüleim is voltak influenzások, a rokonaim is, a barátaim is voltak influenzások. Mind ismerünk influenzásokat. El tudtuk kerülni? Nem. Amikor influenza időszak van, akkor mindenki számít arra, és nem volt ilyen, hogy most influenza időszakban naponta 5-ször kezet mosok, vagy maszkot hordok, vagy valami. Nem. Ez a vírus is ehhez hasonló, lehet, hogy halálosabb, ugye ezzel majd vitatkozni fognak az orvosok, hogy mennyi a halálozás arány, de nem elkerülhető, úgyis mindenki el fogja kapni. Most azzal, hogy ilyen maszk hülyeséget csinálunk, meg lezárjuk az országhatárokat, meg minden, azzal egy ilyen problémát itt kezelünk. És politikai szempontból annak van jelentősége, hogy ilyen döntésre nincs joga a kormánynak, szerintem egyetlen kormánynak sem. Tehát amikor hoznak döntéseket arról, hogy mennyi legyen az adó, vagy ez nem érinti annyira közvetlenül az embereket. Persze most azt mondják, felemelték az áfát 25-27%-ra, lehet az ellen is tüntetni, az ellen, ez nem fogja azonnal tönkretenni az életedet egyik napról a másikra. Persze egy olyan mértékű emelés, ami ott van, az azért az elég sok. Itt csak 21% az áfa, és ez is sok, mert 18-ról emelték, tehát itt is ugye problémás. Na mindegy, tehát ez a dolog, amikor azt mondják, hogy lezárjuk a határokat, ez mindenkit azonnal érint. Az a dolog, hogy a gyerekek nem mehetnek iskolába, nem távoktatás van, ez mindenkit azonnal érint. Az a dolog, hogy bezárják az éttermeket, a mozikat, a cégek leállnak, ez mindenkit azonnal érint. Ilyen döntést nem lehet meghozni széleskörű társadalmi konszenzus nélkül. Nyilván, ha vészhelyzet van, azonnal dönteni kell. Ha a légicsapás már fölöttünk van, akkor elsőnek beindítjuk a légvédelmet, majd aztán megtárgyaljuk, hogy mennyibe került az a rakéta, amivel lelőttük az ellenséget. De nem ez a helyzet. 1588 fertőzött van. Nyugodtan van idő megkérdezni az embereket, hogy lehet, hogy ennyien meg fognak halni, lehet, hogy ennyien akarjátok ezt, nem akarja, hogy kezeljük? Nyilván nem az átlagember, tehát most nem kell erről népszavazást kiírni. Egy demokrácia az nem így működik. Az orvosi kamarát, rengeteg dolgot lehet konzultálni, mielőtt a kormány úgy dönt, hogy valamilyen intézkedést meghoz. Ez nem történt meg. Egy oldalon lezárták a határokat, és ezzel gyakorlatilag bajba sorolták az országot, és mindenki mást. Ennyit a vírushelyzetről, mert annyira dühített napok óta akartam csinálni egy ilyen videót, de aztán nem sikerült. Pillanat. Csak eszembe jutott még valami, amit meg akartam nektek mutatni. (kül)
Bélyegeket is gyűjtök. És hogy mit lehet, mi történik, amikor egy hatalom odáig elmegy, hogy az ország ilyen szinten romba dől, akkor mindig eszembe jut egy kor, meg korok, amikor Magyarországon ez divat volt, és ez egy bélyeggel elmondható. Nem azt mondom, hogy most ez fog következni, csak megmutatom, hogy mi történt egyszer már a történelemben. Ennyit a politikáról. Én nem mondtam semmit. Azt kérem mindenkitől, hogy a statisztikákat úgy nézze, hogy annak a kontextusában, ahogy azt látni kell. 10 millió emberből 1500 fertőzött van, és abból 90 ember van kórházban. És emiatt lezárták a határokat. És még nem indult el az iskola kezdés körüli mizéria. Ha tetszett, osszátok meg. Közben volt egy kis leállás, mert rossz volt az internet, de itt tényleg rossz az internet. Az is lehet, hogy háttérhatalom letiltotta a videót. De ha tetszik, akkor osszátok meg, és akkor próbáljátok meg másnak is felhívni a figyelmét azokra a tényekre, amiket én itt megpróbáltam összeszedni. És ezeket a tényeket így egy fél órás internetes böngészéssel össze tudjátok szedni. Jó? Jó egészséget mindenkinek!